Fotózás, azonban is divatfotózás, hogy miért, ezt nem tudom. Viszont tudok pár példát mutatni. Piu, 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 piu. Egy kis szünetet kell tartanom, mert valamelyik nagyon éhes. Igen, valamelyik nagyon éhes. Melyikünk lehet az? Ebben az évben másodjára fogok átköltözni egy másik országba, ami egy héten belül fog megtörténni. Angliából jöttünk Magyarországra, és megyünk tovább Olaszországba, majd Spanyolországba költözünk. Ezért indult el ez az egész, ezért veszem föl azt, amit csinálok, mert szeretnék egyfajta perspektívát kreálni, egyfajta kis videónaplót, amiből én is majd rálátok az életemre, és azt tudom mondani, hogy az meg milyen kibaszott szar döntés volt. Emellett szeretném egy kicsit lebontani az eddig munkáimat, bemutatni magamnak, anyukámnak, barátnőmnek, barátaimnak, hogy mivel foglalkoztam eddig, mit eredményezett, és hogyha esetleg van, aki itt érdekel, aki szakmabeli, aztán még tanulhat is belőle. Aztán meglátjuk, hogy merre haladunk tovább. Hozzáteszem, hogy elmentem a dobozokat venni a költözéshez. Dobozokat valamint kis tárolórekeszeket a motoromhoz, és kiderült, hogy az egész országban minden ilyen bolt le van zárva. Szóval, hogy ezért lesz érdekes az én kis utazásom, mert semmiféle kompetencián nincsen a dolgot illetőleg, úgyhogy biztos, hogy olyan dolgok fognak történni, ami másnak vicces lesz, nekem kicsit fejfájós, de utólag minden viccesebb.